1989. szeptember 1-én lehozta a magyar közlöny az autókereskedésekről szóló új jogszabályt. Megkértük az engedélyt a cégbíróságon Kft. Megalapítására. Egy hét múlva megkaptuk az engedélyt, családi vállalkozásként három fővel bejegyezték a Hirc és Fia Kft.-t. Amikor átadta a papírokat dr. Hankowski Zsolt cégbíró, azt mondta: Hirc úr, maga az első olyan cégtulajdonos Tolna megyébe, aki a nevét adta a Kft.-jéhez. Azóta ez a név nem csak Magyarországon, de a Mazdánál nemzetközi szinten is védjegye lett annak a magas színvonalú munkának, mely az elmúlt 30 esztendőben jellemezte a vállalkozást. A használt autókkal induló kereskedés ma már a csúcsmodelleket is forgalmazza, a kereskedés háromszor nyerte el az elégedettségi mutatók alapján a Mazda külön díját. Európában nagyon alaposan mérjük a vevőélményt, hasonlóan sok márkához, és a Mazda kiemelkedő ebben európai szinten. Van egy ügyfél élmény mutató szám, amiben a Mazda a prémium márkákat is meghaladó vevőélményt ér el. Ebben Magyarország, a magyarországi Mazda a Mazda európai átlagát is jelentősen meghaladja, és Magyarországon a legjobb vevőélményt azt a Hilcék érik el. Tehát mondhatom azt, hogy ők a Bajnokok Ligája győztesek vevőélményben. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt mondta az ünnepségen, minta lehet minden vállalkozás számára ez a munka, melyet itt végeznek. Politikában is nagyon nehéz, és nagyon sokat kell küzdeni azon, hogy az ember fennmaradjon, meg a pozícióját megőrizze, és én azt gondolom, hogy a piac is ilyen kemény, ilyen szigorú, és csak a jókat díjazza mind a két terület, csak a jók tudnak megmaradni, és a jók tudnak teljesíteni. A meghívott vendégek az autógyár két új modellét is megcsodálhatták, melyek az ünnepi alkalomra érkeztek Kakasdra.